szokásos hócipő képek Farkasházi Tivadarra. Jó reggelt! Jó reggelt, akkor kapjunk is bele. Az első képen a jövendő magyar Kissingert látjuk, aki panaszkodik, hogy még a tükörben sem látszódom, és menjünk rögtön tovább, amikor Orbán Viktor a külügyminiszteri, a nagykövet értekezett, azt mondja, hogy azért maguk lettek nagykövetek, hogy egyikük se legyen okosabb Szíriától, nem azért tartott ilyen sokáig a kiválasztásuk. Egyiktől megkérdezi, mennyi 3x8, és miután a válasz 24, azt mondja, hogy le van váltva. Lehet, hogy kicsit durva vagyok, de hát Kovács László és Martonyi János után Szijjártó Péter szerintem, na mindegy. Mert alig ismertem fel az első képen. Igen, igen. Hát egy érdekes szerelésben volt, igen. Ugye mosolygó kormány van, eladom az országot Putyinnak, megtehetem milliárdok évezek palotákat, megtehetem, miért fizet ennyit az RTL, mert megtehetjük, és nézzük tovább a mosolygó kormányt, amelyik egy program, 7 kaszinót adott a film elé, megtehette, 5-öt adott csak neki, másik 2-t ugye a Loki tulajdonosnak, egyházi államot fabrikálok, megtehetem, nem tudom, mekkora lakáson, megtehetem, mondja Rogán Antal. Ugye sokszor mondják a hócipő, hogy mi csak jobbra ütünk, mi most balra ütöttünk, mert hogy ezt a választók, a sajtó és mindenek előtt az ellenzéki pártok megengedik, ez a baloldalnak a kritikája. Hogy ilyen mosolyogva lehet ilyen dolgokat csinálni. Hát itt látjuk a folyamatos harcot, ugye állandóan háborúban állunk, hogy kivel, ezt nem lehet pontosan tudni, mert úgy láttam, hogy a sereg augusztus 20-án is körbelőtte a 4 évszakot. Igen, ez egy kicsit olyan, hát a körkörös védelem után ez a körkörös támadás, ezzel nem akarom bántani Hende Csabát, mert hallottam a hírekben, hogy esetleg változás lesz. Hát ez egy hócipő rejtvény, az egyes, hogy Matolcs az Eiffel palasz után szemet vetett az Eiffel tornya is, a kettes bejelenti, hogy a jegybankot átkereszelik Magyar Nemzeti Ingatlanbankra, a X pedig, hogy az unortodox gazdaságpolitika megteremtője szerint a 380 forintos euró jót tesz az ország fejlődésének, hát most potom 200 milliárdot kap el az unortodox közgazdászképzése, kíváncsian várom, mert az országban egyedülálló lesz. Talán az az első igazán humoros kép, hogy itt döbbenten nézi Balogh Zoltán maga, Hoffa Rózsa húga. Ugye ő az utóda, és ha megnézzük Hoffa Rózsát, akkor nagyon hasonlít hozzá. Tényleg hasonlít egyébként. Remélem, hogy a politikája nem fog hasonlítani hozzá. Ezt azért mondom, mert vannak unokáim, akik jövőre mennek első osztályba. Na nézzük, mi van még. Hát ugye a gravitációt széles vont a kétségbe, az evolúciót pedig Semjén Zsolt, és egy megdöbbentő felfedezés, mert lehet, hogy valamennyien Semjén Zsolttól származunk, ez bővebben a hócipőben, azt hiszem már csak egyetlen egy kép van hátra, de lehet, hogy tévedek, nem. Ez valódi, ez egy felcsúti térkép, itt a főutca sárga lefelé, és jobbra kifelé is a főutca jön, itt a Puskás Akadémia, lehet látni a Google térképen is, hogy két főutcája van felcsútnak a stadion körül, és úgy tudom, hogy még két főutcát csinálnak, ez lesz a világ egyetlen stadionja, amely körül 4 főutca fog látszódni. És ez az utolsó kép, talán szabad reklámot csinálni egy vasárnapi RTL műsornak, amely Bajó Imre szól, 10 emlékezünk vissza rá, és miután ott képeket nem lehetett mutogatni, egy fotót hoztam magammal, segített százszor árverezni, az élet diadala van a kezében, amelyet Szomoly Dezső dedikált, és nagyon szépen felvette az árát, csak hogy mikor mondta, hogy ugye, hogy, mert a háziaké volt a pénz, mondom, hogy egy baj van, imokám, hogy az én rokonságom árverezett rá, tehát nagyon drágán vettük meg saját magunknak. Egyébként Erős Zsolt ingében vagyok, aki akkor ott volt a Mount Everest expedíció előtt. Csodálatos emberek, emlékezzünk rájuk, és hagyd mondjam el, és ezzel bekonferálom a következő vendéget, ha kilépek a műsorból és kikapok, hogy lesz hócipőkabari szeptember 15-én a Ram Colosseumban, és akit érdekel, a 483-2660-on érdeklődhet, és a pozsonyi pikniken ott leszünk, amit nagyon szeretek. Igen, már a 6. alkalommal lesz. És ez pedig a friss hócipő volt képekben Farkasházi Tivadarral. Köszönjük szépen! Én még inkább.